Na, szervusztok, sziasztok, itt vagyok, néha játszunk, és állunk a telefonfülke mellett, és nézzük, hogy ez miért olyan. És nézd csak, itt van egy kék fickó, akit kikérdezhetünk, és majd ő... És ő majd valamit fog nekünk mondani. Azt mondja, finished and complete. Megmagyarázza, hogy ott találhatjuk ezeket, ugye a... az a substoryknál. De a lényeg, hogy ezért is kaptunk egy 500 XP-t. Az itt le van zárva. Szóval minden élet egyébként érdekes meghallgatni, bár még akkor is, hogyha tudjuk, hogy mit fog mondani. És... Menjünk el az irodánkba, mit szóltok hozzá? Elméletileg ahhoz is kötődik még valami. Mert hogy oda küldtük vissza valakit, ugye, hogy... ...hogy az irodában... ...találkozunk vele. Megnézzük, hogy... Hagyjuk az asztalunk, az így jó, így szeretjük, jó? Na, megérkezett a csaj, tényleg, igen, igen, ugye neke... Ő, neki voltak pénzügyi gondjai. Na, most olyan piszkos, csak egy... Pici csok papír van ott. Öt kreditkártya és három másik uzsorás, jó. Szóval ruhák, kiegészítők és randizgatás. Szóval magyarul elcsöszi a pénzt.
Ne, Isten, miért akarnánk, hogy velünk a legje? Nagyszerű hangzik, de nem, köszönjük. Nem vagyunk mi ilyenek. Csak a tesztünk. Van egy tesztünk, ugye mindig. Jaj. Egy valaki már nem állt ki, azt tudjuk. Aha. Van 1 milliót, és hogy rajtam múlik, hogy mire költi. Igen, el kell költened. Na, elfogadja. Na, visszatér, amint elköltött az 1 millió. Azt teszteljük, hogyan költi el a pénzt. A kölcsön kapott pénzt nehezen költjük el, de ha ezért ajándékként tekintjük, akkor az ég a határ. Csillagos ég, oké. Okay. Költési tehát, hogy hogyan költünk, az meghatározza. Egy nagyszerű dolog, hogy meghatározza, hogy milyenek is vagyunk meg valójában. Hossz klub Ádám. Aha, az ő is eljárogat a hossz klubokkal. Rossz emberek vagyunk, azt mondja, de miért? Azért, mert tesztelgetjük, hogy kinek adunk pénzt. Meg kéne nézni ezeket a helyeket, mi? Vajon felsorolja? Felsorolja. Sushi Gin. Jó, menjünk oda. Menjünk először oda. Mindjárt megnézzük. Várjál, megnézzük már meg a két helyszínt.
Azt mondja, sub story. Le Marsh és a sushi. Jó. Ez tőlünk ott lent, jó, az megvan. Aha, tehát mind a kettő az ott az alsó utcában. Ázsia, Klub Shine, Klub Csevel. Az első részben ide jártunk egy csomót csajozni. A Klub Ádámot nem találjuk, de nem baj, majd hol az, hogy a Hotel District, tehát talán úgy könnyebb lesz olyan keresni. Várj, ez is most valamit majd magyaráz nekünk. Várja, várja. Az öreg homász is beszél. Jó, látjuk a csajt, ezt itt elköltötte. Evett egy kis sushit. És utána elsételt. Na lássuk, mit fog mondani a sét. Igen, ez egy tesztünk, jaj. De úgy látszik, hogy mégse költött, olcsót választott. Nem költött el a millióit. Itt csiringel. Rendre is silingen? Ne! Akkor az fönt lesz valahol. Hmm.
látok villogni, viszont. Pedig itt van kulcs. Megvan. Ott a túloldal. Sokat segít, hogy itten kattog. Itt kezdve kattogni. Nagyon kattog. Uaj. Basszus, hát ki veszi onnan észre? Szóval a másik kajelda, az is valahol erre volt. Vagy nem kajelda, hanem... volt. Ez egy mosoda. Nem utasd csak azt a... nem meg azt tovább. Tovább szerintem a következő szakasznál. Ott a csaj, nem? Várj, ezt is meghallgatjuk. Köszi, igen, ezeket már rájöttünk, és csak nézegeti. Bemegy. Bemegy a ruhabódba. Na, de mi fog történni? Ékszerbolt, bocsánat. Csak neki, valami gyönyörű gyűrű, nyomassa, próbáld ugye ráveszni. Van egy millád, nem? Ha majd ő meg tudja fizetni. Nem biztos, hogy meg lesz, nem tudja garantálni, hogy legközelebbre is. Hát mindegy, nem költött. Úgy elfutottunk. Nem úgy tűnik, mint aki vett valamit. Nem is vett. Most mit szerintem? Fiúk próbálom.
Aha, három réteg. Jó. Champion District. Mert az utolsó. És hogy költi el? Azt mondja... Nem, a Hotel Districtben. Nincsen meg még a fejünkben már, hogy merre van a hotel district, ez az store, akkor oda föl. Ja. Futás. Egész kevésszer kötnek belénk. Aha, de az épül mögötte az épület, mert ugye ebbe fogod bele ennek a felépítésébe, de még mindig nem fejezték be. Csinál, ha jól emlékszünk. Na, igen, azt úgy láttam, hogy ő hogy nagyon arra készül, hogy őt valaki belekössön. A kis kapucniába, az öreg vissza is fordultott. Let's go.
csinglingezik. Meg kell kerestünk, hogy mi csinglingezik. Na erre egyrészt itt van egy ilyen csáó. Igen, elmondja a taxival való dolgokat. Köszi. Hát az itt. Ott a csaj. Na mindegy, megnézzük, hogy mi lesz ennek a kimenete. Aha, aztán... Most ezek rólunk beszélnek, ennek, hogy szerintük nem hajlom. Fú, hogy föl... fönt hordta az órát. Igen, az vagyok, pontosan. Ne üssük bele az orrunkat. Na, már beleütöttük. Most mi lesz? Hát akkor bunyozzunk. Akkor bunyozzunk, apukám. Gyerünk, gyerünk. Szájuk nagyon véres lesz, nagyon elkenjük a...
szájukat. Így verekedés közben. Meg fogunk ezzel még fizetni? Biztos. Sose hallottuk ezt még korábban. Ja, ez találó megjegyzés. Csak éppen itt jártam behajtani valami. Na mi helyzet? Elközötted me? Na, na és hogy használtad fel? Mesélj. Azért az a lassú, csípőmozgás jobbra-balra. Lassú járás csípő rázás. Ott fent. Milyen magasra le tudjuk szedni a dolgokat? Ez most is működik? Ez volt. Ja, ez az ütögetős helyszín. Hogy itt is van egy. Csak nem látjuk hol. Már látjuk. Üzemen kívül van, nem hiszem. Ja, extra hard, jó. Várjál, itt egyrészt lesz egy új.
Ezt eltörtük a hátán. Igen. Jó, hogy le kéne. Szerintem most kéne hátrahagynunk valamiket valahol. De hogy hol? Ja, innen el tudom küldeni. Tehát, hogy lehet, hogy innen rögtön elküldi a... tájdobozba. Oké, majd mindjárt is csekkoljuk. Igen, mert itt mondja, hogy ez bizony apukám tele van. De mondjuk, ha itt berakjuk, akkor... Ja, nem, hiába rakjuk be. Azt látjuk ott a fa tetején. Most egészen megsokszorozták azt, hogy gondolom ezért próbálják, hogy valami értelmes legyen a first person nézetnek. Szóval, hogy nagyon kevés van így lent, szintén az utcán. Hogyha én ezt láttam.
Tehát ez az olvasás, hogy megnézzük a borítóját. Azt a károktanára is küldhetjük. Ahogy ez mindenféle. Jézusom, van itt. Van itt minden. Kapunk itt mindenféle részletes infót mindenről. Na. Jaj, ezek visszatérőek. Ez a stand-upos duó. Mondjam el nekik, hogy nekem melyik jött be jobban.
Már pedig elkezdett hangoskodni a műszer. Megvagy. Preferált lány. Chihiro. És akkor összelem országba. Kampai!秋山俊だ。え？そうなんだ。いや。失礼します。エレナです。 Még egy csaj leült közé. Hoppá. De nincs is lehetőségem választani, most akkor mi lesz szomorú a feje fölött? Elment. Elena desu. Yoroshiku onegaishimasu. Akiyama shun da. Hai. Ah. Honmani? Próbáljuk eltalálni. Osaka-ba, Kyoto-ból. Legyen Kyoto, mit szesz hozzá? Atari! Eltaláltuk. なるほど。 秋山さん。 Hát nem tudom, melyiket kellene, de... De mondjuk, hogy ez nem olyan... szégyenlős típus szerintem.
そうか。そうですね。失礼します。ノアです。うん。そらやなからにゃ。乾杯。ノアです。秋山俊だ。そうなんだ。Mindig nagyon nyugodna. Ja? Úgyhogy nem kell izgulnod. Na, innen is jönnek a szívecské. Ne, ne! Milyen lány? Kedvülünk. Ne remizgessél. Nem szeretnétek ti azt valójában tudni. Nem vagyok a típusa. Nem ezt mondtuk. Anó. Lady like-osabb. Hát nem tudom, mit értesz a lady like alatt, de hát... Meg kéne veszeszedni a fotót. Ne aggódj el. Igaz, nem vettek volna fel, nem lenne elég attraktív. Wakarimashita. Mou-jikan? Elena desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kaptunk tőle. Uh-huh. Egy diszkárra. Hát, ha őt kikérjük legközelebb. Noa desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hát elbeszélgettünk a lányokkal. Mind a két csaj küldött.
Na mindegy, próbál meg megnyerni minket. Legközelebb. Legközelebb őket válasszuk. Ding 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 ding. És akkor irány vissza az iroda, nem? Oda kellene menni. Várjál csak. Ha már itt vagyunk. Nézzünk már el itt a... fickó ugye kipróbálta ezt az éttermet. Hát ha eltett már annyi idő. Az ott belém fog kötni. Egyszer már levertük, de hát ha most szeretne egy újat. Zárjuk rövidre. Na, apukám. Kicsit más volt, azért szerzett belőle infokat. Oké. Kaptunk 20 000 ilyent. Tudom esetleg most is rögtön mondani neki. Na melyik legyen? Thank you.
Nem biztos, hogy azt jól írjuk le, mert nem is voltunk ott. Ez itt jó. Akkor később talizunk vele úr. Még 6 az előző pia. Úgyhogy nem iszunk újat. Most nincs semmi. Korábban volt itt ilyen edzőtábor, virtuális edzőtábor. Kipakolunk, hogy ne legyen zavaró. Mert akkor már mentünk is egyet. Ha már ott voltunk, akkor a kulcsos szekrényt is kinyithattuk volna, de mindegy. Na itt a csaj. Nem sikerült elköltenie. Észrevett minket. Na, mit tervezett csinálni? Hogy ebből fogja elkezdeni visszafizetni az adósságait? De megértett, hogy mások pénzével nem lehet az ő jövőjét építeni. Amit saját maga keresett meg, abból építekezhet.
Kiálltam, próbált. Na, írjunk fel minden adatát a csajnak, aztán... Szépen... Ah, nem adunk neki pénzt. De nem jönne velünk ebédelni. Nem akarja a titkárnőt felmérgesíteni. Tele vagyunk XP pontokkal, gyereke. Hát csak az a nagy kérdés, hogy hova menjünk. West, okay. Ez közel van, akár el is mehetünk oda. Az a kimondhatatlan nevű utca.
már ott volt egy bicikli, hát használtuk. Ott a fa tetején. Meglátjuk, hogy igen, kis csehóna. Hogy jött be a nyomdász, tudod, aki újra akarta élni az életét. Nem vagyunk a úri végén. Children Park. Azért, mert oda átgyalogolt. Nem igazán jelöli így, hogy melyik és külön mit kell megtalálnunk.
Ja, hogy az ott bent, az a kis pöcköcskéjét. Ahol az előbb voltunk. Na mi a probléma? Na, egy kicsit ideges a csávó, ő apucinával dolgozott. De megszűnt a munkahely. Vége a cégnek, csókolom, ennyi volt. Meg volt kötve a kezem. Ha fenyegetőtől, akkor jobb lesz. Senki nem kérdezett, de ahogy nem. Itt álltam. Kénytelen voltam beleszólni. Alapvetően nem szívesen ütöttük ki, de hát valamiből tanulni kell, hanem nem fér a fejébe, beszélni nem lehet vele, akkor kételenek vagyunk, ez behaviorista módon azt mondani, hogy készkus. Csak hogy tudja.
Na, jó van. Mindenki itt van, mindenki lenyugszik a pi-be. És megbeszéljük, hogy akkor ki, hogy merre, mi a helyzet itt a cégekkel. Mindenki rosszul jelen, nem jelent ez csődöt. Ja, be kell csődölni. Kár húzni, halasztani. Ja, rosszabb, mint hogyha ilyenkor mindenki az utcára kerülne végül. Kölcsönösen tanultak egymástól, mindenki mehet a saját bizniszére. Ah, odaadtuk neki a lóvét. Végül megadtuk neki a kölcsönt, amit kért. Arany szívünk van. De most komolyan. Tényleg arany szívünk van. Négy szabsztorit megcsináltuk. Ah! Nénikédet, velünk egy kötnöd. Tényleg? Visszamegyünk az ételkritikushoz, aztán bele is beszélünk. Hey!
Jól elveszünk most itt a mellékküldetések tengerében, már most. Ez 20-at adott, az most jól jött, azért 20 000, az most kellett, az... Elég lettünk ennyi pénzt egyszerre. Na mondjad! Na, hát akkor ennek örömére figyel. Ígyunk egyet. Még egy. Csak már jó eleső. Még megy ez egyenes. Jaros. Ki tudja meddig. Oké. Majdnem mindegyik.
Na, most a Skrull-val kapcsolatosan kellene. Ez be van, ak... Nézzük. Hát nem látjuk. Nem látjuk, hogy hova, hol is van. Nem tudom, hogy hova kellene mennünk. Ja, ez a karaoke sok. Jó, 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 ezt már láttuk. Ducike, mit szeretnél? Két pofon. Most ennek mi értelme volt? Hmm.
Még egy dolog eszembe jutott. Akár itt is lehetne. Mars, hagyta. Hát, hogy ja, így is lehet menni. Hogy a másik szintet is megnézed, nem sorolja föl. A felsorolás mindig csak az adott szintre vonatkozik. Ide kell bejönnöm. Ah! Pedig a csövelben voltam most, nem azért. Szerintem, na mindegy. De nem lehet csak úgy beszélni vele. Már csak itt kaptunk egy újabb. Itt jön egy újabb mellékes. Nem kerestem, miért? Nem tudjuk, hogy mit akar, igen. Fő lényeg, hogy beleszól mindig, ugye.
elsőik voltunk, azt mondja. Hát a bankot, miután az ezért, igen, kubancos lett, utcán ért. Aztán egyszer csak a pénzzel kezdett hullani az évből. Volt egy nagy robbanás, igen, a Millennium toronyba. És billiók zuhantak ki az utcára. Emlékszik arra az újságból, jajá, mi meg átéltük az első részben. Elvesztettük. Igen, a figyelj, hogy te szóval, hogy kiebrendültünk a pénzvel. És csak a teljesen. Elég ennyit a múltról. Ügyfél kérkezte? Na jó, elkártyáztam már, mint hogy elszenőcső érték azt a férje. Aztán ivott, és erőszakossá vált. Aztán a szokásos törlőténe. A pletyka. Már megint terjed a pletyka. Hogy mi így akkor is adunk. Tudod, ki kell állni a tesztet. Aha, van 3 órát, hogy találj egy állást. És a... 500... Ezzel az övé. Ingyé. 3 óra? Persze megéri, na. Igen. Komolyan gondoltuk a tesztet. Ki kell állni. Hol van Noriko?
Ajaj, itt az agresszív férj. Nem adhatjuk ki infót az ügyfeleinkről. Na, intézzük el ezt odakint, azt mondja. Noriko nincs itt, már mondtuk. Meg fog fizetni ezért? Nem hiszem. Nem nyertek szerencsére. De ha nem jártatok szerencsére, akkor nem adhatom. Mindenhol azt mondták, hogy túl öreg. Vörös lámpás negyedet próbáltad, ne? Sose dolgozott a őzébe. Szexpiacon. Oké. Okay. Tesz-e le ott egy próbát. Sose adunk pénzt, csak azért embereknek, hogy megsajnáljuk őket. Menjél masszázsolni. Komolyan kell gondolni a dolgokat. Hogy bármit elvállal, vagy bármit, csak hogy tényleg képes erre, vagy bármit. Az megtalálja ki tényleg most már, hogy mit akar csinálni. Na, viszont az lesz most a helyzet, hogy mi ezeket a képességeket most elköltögetjük.
van 12-ünk, úgyhogy... Ezt rögtön ide. Ahogy ki is nyílt az alatt elő. Mindenkire valamit. Na hát. Ezt elköltöttük. Szóval... Így állunk. És a hostess klubokat kellene még bejárogatni, de... De ki fogjuk hagyni most. Fejbe lőtték, ő még él. Ez meg a rendőrség. Na. Szóval az a helyzet, hogy akkor igen, itt megállunk most, elmegyünk egy kicsiket pihenni. Legyen jó mindenki, korábbi végjátszások a YouTube-on. Az meg, hogy ezeket hogy éltük meg, azt mind-mind lehet olvasni a blogon. Na, legyetek jók! További szépet, folytatjuk itt a japán kalandokat később.